Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, őszentsége Ferenc pápa döntése értelmében 2020. szeptemberében hazánkban, Budapesten kerül megrendezésre az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus. Nagy megtiszteltetés ez számunkra, hiszen e rendezvény kapcsán lehetőségünk nyílik arra, hogy az egész világ előtt megvalljuk Jézusba és az oltári szentségbe vetett hitünket, és tanúságot tegyünk örömünkről és keresztény reményünkről. Ennek a célnak az elérése érdekében már most készülnünk kell a kongresszusra, vagyis meg kell újulnunk hitünkben. Újra és újra döntést kell hoznunk Jézus Krisztus mellett, és az ő akarata szerint kell átalakítanunk tetteinket és egész életünket. Mindehhez pedig kérnünk kell a Szentlélek Úristen kegyelmét, bátorítását és vezetését. Készületünkben segít minket az eukarisztikus kongresszus szimbóluma, a missziós kereszt, amelyet most ünnepélyes módon országjáró útra bocsátunk. Különös öröm számunkra, hogy a kereszt első állomása nemzeti kegyhelyünk Mária Pócs és Nyíregyháza lesz. Ez a kereszt, amely a 2007-es budapesti városmissziónak is a keresztje volt, most a kongresszusra készülve az országot járja. Figyelmeztessen bennünket megváltásunk művére és arra a szeretetre, amit Jézus irántunk tanúsított, amikor a kereszten függve értünk adta életét. Ő benne van a mi örömünk és egyetlen reményünk, mivel ő ajándékozza nekünk az igazi boldogságot és az örök életet. Ez a hit adja számunkra a bizalmat mindennapi életünk munkájához és küzdelmeihez. Ez segít minket, hogy önzetlen szeretettel forduljunk embertársaink felé. Hogy ebben a hitben megerősödjünk, és erről az örömről tanúságot tudjunk tenni a világban, ehhez kérjük most a mindenható és irgalmas Isten segítségét, valamint a missziós keresztben erekjéik által jelenlévő szentek és boldogok közbenjárását. Kérünk, Urunk, tekints családodra, amelyért a te szent fiad Jézus Krisztus vonakodás nélkül a gonoszok kezére adta magát, és vállalta a kereszthalál gyötrelmét, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te, aki szent fiad által az eukarisztiában mindig velünk vagy, és jóságosan magadhoz akarsz téríteni minden embert, áraszd ki szent lelkedet ránk, akik az eukarisztikus kongresszusra készülünk, és add, hogy amit szerény szolgálatunkkal végzünk, azt mennyei erőt tegye teljessé Krisztus a mi Urunk által. Amen. Áldja meg most ezt az országjárásra induló missziós keresztet a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Most mondjuk el együtt az imádságot az eukarisztikus kongresszusért. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Most és mindörökké.
segítségünk az Úr nevében. Aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.